nehéz a sportolók helyzete a kis csoportos egyzés és tilos mostanság. A szexádi középtávfutók trénere Szőke Gergő, ha versenyzői nincsenek ellene, vállalja az egyéni edzést is a kontroll és az azonnal szükséges takfikai utasítások miatt még bringára is pattan az edző, mint az egyik hétközi edzésen láthattuk. Legyen szó legnevesebb tanítványáról, az EB negyedik Szemerei Leventéről, avagy mint jelen esetben feltörekvő tehetséges fiatalok egyikéről. Persze maximálisan tiszteletben tartja az edző azon versenyzői magatartást, akik személyesen most nem jönnek, edzéstervet kérnek tőle az egyéni edzésekhez a sportokon belül nekünk szerencsénk van, mert a közép-hosszú futás az művelhető tornaterem, illetve semmi speciális eszköz nélkül, egy futócipő kell ki a töltésre, és ott aztán lehet csinálni ugyanúgy a munkát. Viszont a minőségi és komoly eredményhez ahhoz kell lennének az összetartások, edzőtábor, magaslat, az edző jelenlét, mert azért, ahogyha én ott vagyok, akkor más melót végez a levé, mintha egyedül otthonról dolgozna. Már pedig az elmúlt napokban a Magyar Atlétikai Szövetség valamennyi válogatott atlétának megtiltotta, hogy bárhol is edzen, így szemere is otthon maradt napokig. Az edző optimista a vírus helyzet szerinte javul annyit, hogy Levivel is hamarosan folytathatja a közös munkát. Megpróbáltunk egy, egy új metódust, tehát nem ugyanazt a, a felkészülési menetrendet csináljuk, mint eddig, hanem próbáljuk az alapozó, könnyű, hosszú futásos edzéseket, amit otthonról is meg tud csinálni. Tehát kevésbé minőségi, inkább mennyiségi munkát csinál. Tehát van részt távos edzése, de a résztávos edzések nem abban nyilvánulnak meg, hogy minél gyorsabban versenytempót és állópihenővel esetleg specifikus dolgokat csinálna, hanem, hanem, folyamatos futás van, tehát van egy hosszú futása, és a hosszú futásba illeszti be futópihenővel az adott résztávokat. A nyári junior Európa-bajnokság bár még nem fújták le, nagy valószínűséggel elmarad a dolgok jelenlegi állása szerint, de szőke-gergő optimista, hogy talál a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egy olyan mediterrán országot, ahol ősszel mindenképpen megrendezhetik az atlétikai ebét. Tehát gondolok én mondjuk egy Dél-Portugáliába, vagy egy olyan helyre, ahol, ahol októberben is meg lehetne rendezni egy szabadtéri Európa-bajnokságot. Mert valószínű, hogy az atlétika Európa-bajnokság az nem elhalasztva lesz, hanem hogyha el kell az idei évről tenni, az el is fog maradni, mert jövő évben lesz világbajnokság, olimpia, tehát nem fog beleférni már az Európa-bajnokság megrendezése. A kevés minőségi felkészülési verseny hiánya bizony hátráltató tényező ahhoz, hogy szemelei 3000 akadályon 6-8 másodpercet fejlődjön rövid időn belül, ám az egyzetségi állapota alapján az említett jelentős előrelépés trénere szerint benne lehet, benne is van a szexuális versenyzőben. Az edzetségi és fizikális mentális állapota a leventének az jóval előrébb van, mint tavaly ilyenkor. Tehát én bízok benne, hogy kevesebb versenyből is meg fogja tudni oldani a feladatot. Nagyon, tehát az, amit nagyon sok részben érinti az életét sajnos nem csak a, a futásba, hanem ugye ő szeretne Amerikába menni tovább tanulni, ott is csúszik minden. Nem tudom, hogy tudja majd ezt az otthoni ö, karanténba dolgozni lelkileg, de egyelőre a beszélgetések alapján azt látom, hogy jó állapotban van és nem vesztett a motivációból. Amennyiben sikerülne az amerikai ösztöndíj szemerei leventének, amire meglehetősen jók az esélyei a szexárdi középtávfutónak, a nevelőklub is profitálhatna hosszabb távon ebből, hisz a tervek szerint a hazai és nemzetközi versenyeken is a szexárdi sportközpont színeibe indulna, és hozná az eredményességi támogatáshoz nagyon fontos egyesületi pontokat.